Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. És a te lelkeddel. Kedves testvéreim, ezt a szent misét ajánljuk fel Zsog Gábor lelküldvéért, 6 hetes szent mise. Szent misénk elején vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Érgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Urunk, Istenünk,
engedd, hogy téged egész lelkünkkel imádjunk, embertársainkat pedig őszinte szívből szeressük. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jozia király napjaiban így szólt hozzám az Úr. Mielőtt megalkottalak anyád méhében, már ismertelek. Mielőtt világra jöttél volna, megszenteltelek, és prófétául rendeltelek a nemzetek javára. Azért hát öveszt fel derekad, kelj föl, és mondd el nekik mindazt, amit parancsolok neked. Ne ijedj meg tőlük, különben én ijesztelek meg téged az ő szemük előtt. Ime, én a mai napon erős várossá teszlek, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben. Juda királyai és főemberei ellen, papjai és egész népe ellen. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak. Mondja az Úr. Ez az Isten igéje. Szent Lecke, Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, törekedjetek értékesebb adományokra, ezért mindennél magasztosabb utat mutatok nektek. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is égő áldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretete nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kedély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr. Mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha. A prófétálás véget ér,
a nyelvek elhallgatnak, a tudomány elenyészik. Megismerésünk most még töredékes, és töredékes a prófétálásunk is. Ha azonban elérkezik a tökéletes, véget ér az, ami töredékes. Gyermekkoromban úgy beszéltem, mint a gyermek. Úgy gondolkoztam, mint a gyermek. Úgy ítéltem, mint a gyermek. De amikor elértem a férfikort, elhagytam a gyermek szokásait. Ma még csak tükörben, homályosan látunk, akkor majd színről színre. Most még csak töredékes a tudásom. Akkor majd úgy ismerek meg mindent, ahogy most engem ismertek. Most még megmarad a hit, a remény és a szeretet, ez a három, de közülük a legnagyobb a szeretet. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Abban az időben Jézus beszélni kezdett a zsinagógában. Ma beteljesedett az írás, melyet az imént hallottatok. Mindenki helyeselt neki, és csodálkozott a fönséges szavakon, amelyek ajkáról fakadtak. De hát nem József fia ez? Kérdezgették. Ekkor így szólt hozzájuk. Biztosan ezt a mondást szegezitek majd nekem. Orvos, gyógyítsd önmagadat. A nagy tetteket, melyeket, mint hallottuk, Kafarnaumban végbevittél, tedd meg a házadban is. Majd így folytatta. Bizony mondom nektek, hogy egy próféta sem kedves a maga hazájában. Igazán mondom nektek, sok özvegy élt Izraelben, Illés idejében, amikor az ég 3 évre és 6 hónapra bezárult, úgyhogy nagy éhínség támadt az egész földön. De közülük egyike sem kapott Illés küldetést, csak a szidóni Szareptában élő özvegyasszonyhoz. Ugyanígy Elizeus próféta korában is sok leprás élt Izraelben, és egyikük sem tisztult meg, csak a szíriai Námán. Ezt hallva a zsinagógában mind haragra gerjedtek. Felugrottak, kiűzték őt a városon kívülre, és fölvezették arra a hegyre, amelyen városuk épült, a szakadék szélére, hogy letaszítsák. De ő áthaladt közöttük, és eltávozott. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, szeretett testvéreim, van egy kis rövid történet, ami szorosan kapcsolódik ehhez az evangéliumi szakaszhoz. Mégpedig a táncoló medvéről szól a történet. Volt egy medve, aki fogságba került, és azért kapott élelmet, hogy különböző tánc mozdulatokkal szórakoztatta az embereket. És egyik alkalommal ennek a medvének sikerült kiszabadulni a fogságból, és visszatért az erdőbe. Társai örömmel fogadták, örültek, hogy visszatért hozzájuk, hogy újra közöttük van.
És amikor találkoztak valakivel, mindig elújságolták nagy örömmel, Perc visszatért hozzánk. Perci szeretett beszélni azokról a dolgokról, amit a fogság idején megtapasztalt, mesélt azokról az idegen országokról, ahol járt korábban, és szerette bemutatni azokat a táncmozdulatokat, amelyeket a fogság idején megtanult. És persze társai kezdetben szerették nézni, csodálkoztak az ő tehetségén, míg nem ők is ki akarták próbálni. És amikor ki akarták próbálni, és nem sikerült, volt, hogy kinyúltak a földön, mert nem tudták a mozdulatokat betanulni, bemutatni, akkor megváltozott a viszonyuk Perchez. Menj el innen, hagyj el minket, te okosabb akarsz nálunk lenni. És kényszerítették őt, hogy ott hagyja a társaságukat. Érdekes, hogy miként változik meg a medvéknek a hangulata. Kezdetben örömmel fogadják, csodálkoznak az ő tehetségén, és egyszer csak az irítség miatt elkergetik. Az irítség az, ami a medvéket tettekre vezeti. És valami hasonlót élt át Jézus is Názáretben, a saját otthonában. Názáret lakói először örülnek neki, újongva fogadják, ahogy a múlt vasárnap hallottuk, felolvassa Izaiás proféciáját és magára vonatkoztatja, és fellépése először lenyűgözi hallgatóit. Azonban ott is megváltozik a hangulat, megváltozik a viszony Jézussal kapcsolatban. Az irítség miatt megjelenik a harag, megjelenik a dű, és megjelenik a gyűlölet. És ahogyan az evangélium végén hallottuk, szinte a tett is majdnem megjelent. És az irítség azért jelenik meg, mert Jézus az abban az országokban, ahol tevékenykedett, hallottak a csodáiról, hallottak a nagy tetteiről, de otthon nem tesz semmit. Az övéi körében nem tesz csodákat. És nem tetszik nekik, hogy kihagyja őket a sorból. És ez egészen odáig fajul, hogy Jézus az életszemléletüket is megkérdőjelezik. És ez lesz a tetőpont, ami kiváltja az ő tettüket. Jézus idejében a választott nép úgy gondolta, mivel ők a kiválasztottak, ők a kedvesek az Isten szemében. És ez olyan intenzív volt, hogy megvetettek mindenkit, akik nem tartoztak ebbe a körbe. És most jön Jézus, akit gyerekkorától fogva ismernek, és azt állítja, hogy Isten nem csak azokat szereti, akik a választott néphez tartoznak, hanem minden embert. Ahogyan hallottuk, mit tesz Elizeus, vagy mit tesz Illés próféta. Nem a választott nép körében teszi a csodákat, hanem a pogány nép körében. És ez a bosszúság tulajdonképpen tettekre akarja sarkalni őket. És ez nem állt meg. Ez a dolog itt van közöttünk is. És egészen korán az irítség meg tud jelenni az életünkben. Gondoljunk csak az iskolában, aki jó tanuló, aki szeretne sikereket elérni, szeretne jó eredményeket elérni, könnyen rámondják, hogy törtető, te stréber vagy. És ki szeretne tartozni egy ilyen közösségbe? Vagy a munkahelyen, a cégnél, amikor valaki jól, lelkiismeretesen elvégzi a munkáját, könnyen megbélyegzik, be akar vágódni a főnöknél, előre akar lépni, rá is mondják, hogy törtető. És aki ki akar emelkedni a tömegből, az egyik oldalról csodálják,
a másik oldalról iridlik. Iridlik a tudását, a sikerét, a fizetését. És hogyha megjelenik az életünkben az irítség, mert megszokott, akkor először vonjuk el a figyelmünket, foglaljuk el magunkat valamivel egészen addig, ameddig a lelkünkbe vissza nem tér a nyugalom. És hogyha visszatért a nyugalom, akkor másképpen fogjuk látni a dolgokat. A fele barátunknak a jó tulajdonsága, a sikere nem csökkenti a miénkét, nem szorít minket háttérbe, hanem ösztönzésül is tud szolgálni. Én is meg tudom tenni, nekem is lehetnek ilyen tulajdonságaim. Az irítség visszataszító viselkedés és bűn. Amikor a szívben megjelenik a féltékenység, az irítség, az ugyan olyan, mint a kertben, amikor megjelenik a gaz. Nem hagy helyet a jó hajtásnak. Mert amikor megjelenik az irítség, a féltékenység, akkor úgy gondoljuk, hogy a másiknak a jó tulajdonsága, a sikere beárnyékol minket. És ez fáj nekünk, ettől szenvedünk. Nem hagy nyugodni, és nincsen béke. És nem tudom elviselni azt, hogyha a másiknak van valamije, ami nekem nincs. És ez miatt mindig szenvedek. Az irigy és a féltékeny emberi szív folyamatosan szenved. És látjuk, hogy az irigységből, a féltékenységből tettek is megszületnek. Csak gondoljunk bele a nyelvnek a bűnébe. Valaki irigykedik erre vagy arra, aztán elkezdődik a pletyka. Kedves testvéreim, a mai szentírási részt hallva, gondolkodjunk és elmélkedjünk azon, van-e valami olyan az én szívemben, az én lelkemben, ami miatt irigy vagyok? Ott van-e az irigység, ott van-e a féltékenység az én szívembe? Az a dolog, ami nem tesz engem boldoggá. És kérjük az Urat, adjon kegyelmet ahhoz, hogy ne nyissuk meg a szívünket a féltékenységnek és az irigységnek, mert ezek azok, amik rosszra visznek bennünket. Amen. Testvéreim, valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, akit az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,
várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Testvéreim, Isten maga a szeretet, kérjük tehát tőle minnyájunk számára a szeretet kegyelmi ajándékait. Engedd, Urunk, hogy az egyház pásztorai szeretetben szolgálják a híveket. Tarts távol, Urunk, a népektől a gyűlölködés, a gőg és az irítség szellemét, hogy szeretetben, békében és egymást támogatva éljenek. Járja át, Urunk, az egymás iránti kölcsönös tisztelet, megbecsülés és a szeretet, a hitves társakat, a szülőket, a gyermekeket, az öregeket és a fiatalokat. Távolítsd el, Urunk, minden viszályt, haragot és keserűséget azoknak a lelkéből, akiket a véleménykülönbség választ el egymástól. Segíts minket, Urunk, hogy az özvegyek, az árvák, az elhagyatottak és az öregek, ami szolgálatunk által tapasztalják meg a Te szeretetedet. Önts, Urunk, hitet és felelősséget fiataink és mélysársaink szívébe, hogy a mákják hívásra, ha szólítod őket, és örömmel mondjanak arra igent. Urunk, Istenünk, önts híveid szívébe szent lelket kegyelme által a szeretet ajándékát. Add meg szolgáidnak, hogy miattad szeressék egymást, és egymás szeretete által eljussanak te hozzád. Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt. Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk, Istenünk, hódoló szívvel hozzuk oltárodra áldozati adományainkat. Kérünk, fogadd kegyesen, és tedd megváltásunk szent áldozatává, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket, felemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, mi Urunk szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvényt, a Te képmásodra formáltad az embert, sőt hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelenül magasztaljon Téged, Krisztus, a mi Urunk által. Ezért mi is dicsőítünk az összes angyalokkal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengjük. Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít Téged alkotásod az egész teremtett világ, mert Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szented meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen Fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájon, mert ez az én testem, mely értetek adatig. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájon, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy Fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára,
ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanukkal, és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Ferenc pápánkat és László püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesítsd kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vonn magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt Gábor testvérünket, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Üdvözítünk parancsára, és isteni tanítása szerint így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Bocsássunk meg szívből egymásnak. Thank you.
Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem.
Könyörögjünk! Megváltásunk égi eledelével tápláltál minket, Istenünk. Kérünk, hogy örök üdvösségünknek ez a tápláléka növelje bennünk mindenkor az igaz hitet. Krisztus, a mi Urunk által. Hirdetjük a kedves testvéreknek, január 31-én hétfőn este 18 órakor Koncz Gábor színművész adja át élettapasztalatait, bölcsességeit a Léleképítőn a Babits Művelődési Házban. Pontos részletek a hirdetőtáblán tekinthetőek meg. Gyermekmise lesz február 2-án itt a Belvárosi Templomban 17 órától. A mise keretében gyertyák megáldása lesz. Takarítás lesz a templomunkban február 3-án csütörtökön délelőtt 9-től. Szeretettel várjuk a segítő tudó testvéreket. Az első szeretett karizmatikus közösség február 3-án csütörtökön 16:45-től tartja havi összejövetelét itt a Belvárosi Templomban Kárász Gábor atya vezetésével. Tanítás és gitáros dicsőítés lesz, illetve szentségimádás, és a szokásos csütörtöki közös szentségimádással folytatódik 17:30-kor a szentmise előtt, utána pedig szentmisét mutatunk be. Mindenkit szeretettel várunk. Most pedig fogadjuk az Úr áldását. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.